Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napra Cseri Kálmán Vak voltam most látni könyve alapján készültünk fel János 9. fejezetéből, miből most az első 7 verset szeretném olvasni. Tehát János evangéliuma 9. fejezet 1-től 7-ig. Ahogy továbbment, látott egy születésétől fogva vak embert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvalóvá legyen benne az Isten munkája. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezeket mondta, majd földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére. És azt mondta neki: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, amely azt jelenti, küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. Amikor ezt az igét tanulmányozzuk, akkor fontos elhelyeznünk azt, hogy mi közünk is nekünk ehhez a történethez személyesen. És amikor ezen gondolkodunk, be kell, hogy lássuk, hogy mi magunk is vakok vagyunk, és vakon születtünk, még hogyha nem is fizikailag, ahogy ez az ember. De vakok vagyunk, mert nem látjuk a másik embert, nem látjuk magunkat. És erre egy jó példa, hogy jobban megértsük, egy ilyen kis hétköznapi történet. Hogy egy lelkész elment egy családhoz látogatni, csak az édesapa volt otthon, és a fiú, és a kisfiú igyekezett, sürgött, forgott, kekszet, szörpöt vitt, és a kis nagy sietségében mellé löttyintette a szörpöt, meglökte a poharat, és kiborult. Aztán, hogy szaladt törlő ruháért, még a székben is megbotlott, erre aztán az édesapának már elszakadt a cérna is, és ráförmett, hogy hát fiam, nem látsz a szemettől, hát mit csinálsz? És erre a kisfiú nagyon elszontyolodott, de ezt az apuka nem vette észre. És ahogy ment a beszélgetés, egyszer csak hazaért a feleség is. Leültek, elkezdtek beszélgetni a lelkésszel, sok mindenről beszéltek, a házasságukról, a családról, az életükről, és az édesapa nagy hangon magyarázott, kiabált, és egyszer csak a feleségének a szeme megtelt könnyekkel, és kiment a szobából. Mire visszaért, már vörösre volt sírva a szeme, de a férfi még ekkor sem vette észre semmit. És amikor kísérték ki a lelkész megkérdezte, hogy nem vettél észre valami furcsát a feleségeden? És így ránézett, és kellett volna. És elmondta neki, hogy igen, mert a felesége miatta sírt. És ezt akkor nagyon zokon vette az az ember. De pár nap múlva, amikor találkoztak ismét ezzel a lelkésszel, akkor elmondta neki, hogy akkor nagyon zokon vette, de utána elgondolkodtak, megbeszélték, és azóta sokkal kiegyensúlyozottabb az életük. És sokszor így vagyunk ezzel mi is, hogy nem látjuk a másik embert, nem látjuk azt, hogyha fájdalmat okozunk, vagy az, hogyha rajtunk kívülállók miatt bánata van a másiknak, és ezért nem tudunk mellette állni. De magunkat sem látjuk sokszor helyesen. Nem látjuk a saját bűneinket, vagy éppen nem látjuk a saját jó tulajdonságainkat. És ahogy így se magunkat, se a másikat nem látjuk, leginkább Istent nem látjuk, és nem látjuk az ő szeretetét, a gondviselését és az útmutatását sem. De ebben a történetben van egy jó hír számunkra. Ez pedig az, hogy nem a vakember látta meg Jézus, hiszen nem láthatta, mert vak volt. De Jézus meglátta ezt a vakembert, és oda ment hozzá. És azt olvastuk, hogy a tanítványok azt kérdezték tőle, hogy ki vétkezett. Ugye erre is hajlamosak vagyunk, hogyha valami nyomorúságot látunk, akkor na, jól megérdemelte, hát mit csinált már? Ez is csak azért van. De Jézus azt válaszolta, hogy nem. Nem azért szenved, mert büntetni akarja, nem azért, mert Isten ki akar szúrni vele, hanem azért, hogy bemutathassa Istent. És szerintem ez egy hatalmas jó hír számunkra, hogy a gyengeségeink és a nehézségeink nem azért vannak, hogy Isten kiszúrjon velünk, vagy azért, hogy megbüntessen minket, hanem ennek is célja van az életünkben. Talán ezen keresztül látják meg mások azt, hogy Isten mennyire szeret minket. És amikor odafordult ehhez a vakemberhez, akkor megkente a szemét, és elküldte. Elküldte őt. Pedig akkor még vak volt ez az ember. Úgy kellett elbotorkálni a Siloám tavához, hogy vak volt.
és ezt az első lépést vakon bízva kellett megtennie. És nekünk is, amikor Isten megtalál minket, amikor meglát minket, akkor először vakon kell megbíznunk benne, hogy lássunk. Vakon kell elbotorkálnunk addig a feladatig, amit Isten ad nekünk. Ez lehet, hogy nem nagy dolog, lehet, hogy csak olyan, hogy azért kérjünk bocsánatot, amit nem is mi tettünk. De ugye ezt nem szoktuk megtenni, mert nem szokás. És ilyen furcsa dolgokat kér néha tőlünk Isten. De hogyha vakon meg tudunk bízni benne, akkor ő meg fogja nyitni a szemünket. Amen. A következő énekünk címe a Csak Krisztusban. Ezzel igazából úgy készültünk, hogy szeretnénk, hogyha a gyülekezet is velünk együtt énekelni. Széli ki fogja vetíteni nekünk itt a vetítőn, és nyugodtan énekelje bárki, aki szeretné énekelni. Csak Krisztusban kaptam reményt.
folytatnám azt az igét, amit Panni elkezdett. Nyissuk ki ismét a Bibliánkat, a János Evangélium a 9. fejezet, és annak 8-tól a 12. verséig olvassuk. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig azt, hogy nem. Csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette. Én vagyok az. Erre ezt kérdezték az emberek, akit Jézusnak hívnak tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szememet, és azt mondta nekem. Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, és megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Mai igényből három gondolatot szeretnénk kiemelni. Az első az, aki hallgat Jézus szavára, és elmegy a Siloám tavához, az megnyílt szemmel jön vissza. Vagyis aki hallgat az igére. Aki hallgat az igére, az egészen más emberré lesz. Ez az első bizonyságtétel. A Jézussal való találkozás után előbb-utóbb következik az első bizonyságtétel. Miben áll ez a bizonyságtétel? Először ebben a puszta tényben, hogy más emberré lett. Hogy más emberként tér vissza azok közé, akik ismerték, akikkel azelőtt is együtt volt. Még egy szót sem szólt, csak ránézett. És alig lehetett ráismerni. Ez már bizonyságtétel volt. Isten gyermekeinek a puszta léte bizonyságtétel ebben a világban. Itt még alig tud valamit Jézusról, még úgy nevezik meg egy ember, akit Jézusnak hívnak. De vállalja azt, amit tud róla, és önmagát is vállalja. Én vagyok az. A személy azonosságát. Én voltam az, akire így mutogattatok, meg legyintettetek, és én vagyok ugyanaz, és mégis egészen más. Vállalja azt, hogy megváltozott, hogy mássá lett. Erről azonban előbb-utóbb részletesebben is számot kell adnunk a bizonyságtétel, nem áll csupán annyiból, hogy rácsodálkozunk erre a meggyógyított emberre, hanem elkezdik kérdezgetni. És ekkor felelnie kell. Nem kell előadást tartani, nem kell világért sem vitát provokálni. Nem kell senkit sem, nem kell semmilyen okos érvekkel meggyőzni. Csak azt kell mondani, amit Jézus velünk tett, ha tett velünk valamit egyáltalán. Hadd kérdezzem meg ilyen személyesen tőletek. Van valamiről beszámolni valunk? Észrevesszük egyáltalán azt, hogy mit tett velünk? El tudjuk mondani, hogy nem volt békességem, és békességet adott. Hitet adott, reménységet adott, gyermeket, társat adott. Amikor elvett valamit, akkor is adott. Önmagát adta. Bűnbocsánatot adott. Valamiről beszámolni. Csak a tényeket nem kell teologizálni. Csak így, mint egy meggyógyított ember. Bekente a szememet, elmentem, megmostam, és most látok. Hogy is van ezzel a sárral? Számunkra a nyál valami gusztustalan, visszataszító dolog, főleg, hogyha magunkra kell kenni. Abban a korban gyógyszernek használták, és egészen megszokott dolog volt egy-egy szent vagy soktra tartott ember a nyálával megkent beteg testrészeket. Jézus tehát itt semmi különöset nem tett. Meglepőt nem tett, ez megszokott dolog volt. Mégis van két rendkívüli abban, amit Jézus tett. Nem egyszerűen csak nyállal keni meg a beteg testrészt, hanem a nyálából sarat készít. És nem valami könnyű beteget vesz kezelésbe, hanem egy vakon születettet kezd gyógyítani, és annak a szemére vagy szemgödrébe keni ezt a bizonyos sarat.
Mi történt itt voltak éppen? Egyszerű megszokott gyógyításról van itt szó? Nem, semmiképpen. Mert ez az ember nem elveszítette a látását. Neki nem megsérült a szeme, hanem ő vakon született, soha nem látott. Talán így is mondhatjuk, hogy hiányzott a látószerve. Nem működtek a látó idegei, talán még a tudatából is hiányzott a látás képessége. Hiszen nem alakult ki neki soha. Így állhat meg mellettünk is Jézus. Mert a mi látásunkkal sem lehet megjavítani, csak újjáteremteni. Mert minket sem lehet megjavítani, csak újjászülni. Mert a látásunk nem egyszerűen csak megromlott, hanem elveszett. Mert mi magunk is nem egyszerűen romlott emberek vagyunk, hanem elvesztünk. Látóvá egyedül Jézus tud tenni minket, ha akarjuk. És ez érvényes egy vallásos értelmiségre is, mint Nikodémus, egy menő pénzemberre, mint Zákeus, egy közönséges utcanőre, mint Mária Magdaléna, vagy egy írástudatlan Péterre. És mindannyiunkra érvényes ez a dolog. Jézus igazán a helyünkre tud állítani minket, és ott újra Isten gyermekeivé és az ő örökös társaivá lehetünk. Mert miről is van itt szó? Jézus vette a föld porát, hozzáadta az ő nyálát, a föld pora plusz valami ő belőle, és ebből jön a teremtés. Mi kell tehát ehhez? Hadd soroljam egészen leegyszerűsítve. Kell egy vak. Ha nem haragusztok, azok ti vagytok. Vagyok én, és vagyunk mi. Kell valami ő belőle. Kell az ő szent lelke, ami az emberi szóval együtt igévé válik ő belőle. És kell a Siloám tava, ahol le tudjuk mosni azt. És az ő keresztje. Mind az öt dolog adott, most már csak az kell, hogy elmenjünk a Siloám tavához. A keresztet nem lehet kihagyni az üdvösségből. Kereszt nélkül nincs gyógyulás. Nincs változás, nincs megújulás, nincs szabadulás. A kereszt nélkül vakok maradunk. És akkor majd úgy megyünk haza, hogy nem fognak ránk ismerni. És akkor lesz miről beszélnünk másoknak. És akkor a mi porszavainkhoz hozzá valami önmagából, és másoknak is meg tudjuk mutatni a hozzávezető utat. Énekeljünk újból. Thank you.
erőt kapok. Viharban jól kapaszkodom, Kárpít mögött van hornyogyó. Kárpít mögött van hornyogyó. Folytassuk az ige olvasását, a János evangéliuma 9. fejezetének a 13-tól a 23. verséig. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik. Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták. Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak. Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitott a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Ez a szakasz egy bírósági tárgyalásnak a jegyzőkönyve, ahol a megnyitott vak ügyét tárgyalták, és a farizeusok voltak a hatóság. Senki nem mert törülni, se a szülők, se a hatóság.
Mindenki bújik, mert amikor a világ világossága megjelenik valahol, és fény ragyog fel körülötte, akkor kiderül, hogy senki sem bírja elviselni a fényt. És az, akin felragyog a fény, ott marad egyedül középen, vádottként. Az a bűne, hogy lát, világít, és ennyi elég, hogy tárgyalás legyen belőle. Amikor valakinek megnyílik a szeme, egy egészen új világ tárul fel előtte. A többiek pedig, akik még nem látnak, nem értik, miért viselkedik olyan furcsán. Valóban nem könnyű ezt megérteni. Mert nem természetesebb az, hogy valaki vak, mint hogy Krisztus látó, és ezért mérgesek rá. Vitték azért őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Majd ők elintézik, majd ők rendet csinálnak, gondolták. Így követi az első bizonyságtételt, a tárgyalás. És ott mit tárgyalnak? A maguk érdemeit és a távol lévő Jézus hibáit. Be akarják bizonyítani Jézus bűnösségét. A szomszédok azt akarják bizonyítani, hogy ők törvénytisztelő állampolgárok, akik minden helyzetben tudják, mi a kötelességük. Ők csak ennyit akarnak tenni, a többi a hatóság dolga. Annyit tesznek, hogy éppen kibújjanak a felelősség alól. A farizeusok szintén bújnak, ők a tan mögé igyekeznek elbújni. Be kell bizonyítaniuk, hogy a tan stimmel, csak hogy ők egy pontról elfelejtkeznek. Arról, hogy több profécia is szól arról, hogy az eljövendő messiás a vakok világát is visszaadja. Nem hitték a zsidók, hogy vak volt és megjött a látása, míg nem előhívták a szüleit. Sok mindent tudnak, de ami a szemük előtt van, a tényeket nem hiszik. Tudni mindig könnyebb, mint hinni. Tudták, hogy vannak hamis proféták is, léteznek hamis jelek is. Nem tudták Jézust hova tenni. Gyanús volt nekik, hogy megtörte a szombatot. Közöttük is voltak olyanok, akik gyanakodtak arra, hogy vajon nem-e profécia teljesedik be, mert némelyek azt kérdezték, hogy tehet bűnös ember ilyen jeleket. Nem akármilyen jeleket tett Jézus, akárki nem tehet olyat. Ha valaki nem akar változni Isten szavára, és nem akar hinni a tényeknek, akkor azt a megoldást szokta választani, hogy másról beszél. Nem az a fontos, hogy ki gyógyította meg, hanem hogy mikor. Szombaton. Önmagukról elterelték a szót, mert őket találta el az ige, és ennek az embernek a bizonyságtétele őket célozta meg, de kitértek előle. Elrejtőztek a világosság elől, megmaradtak a sötétségben. Az ember egyre többet mondott Jézusról, először csak azt, hogy ember, azután proféta, majd a vita hevében már azt is, hogy Istentől van. Nem bújik el, mert Krisztus világosságában érzi jól magát. Mert mondja Jézus, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Ennek a résznek ez a legfőbb kérdése hozzánk. Merjük-e vállalni azt a kockázatot, hogy Jézus közelében minden sötétség lelepleződik, de miénk lesz az életnek világossága. Mindannyiunkkal szemben ez a meggyógyított ember azt jellemzi, hogy ő már döntött. Ő vállalja Jézust, akit kevéssé ismer. Nem könnyű hinni ma sem. Ha arról hallanánk, hogy egy vakot egy műtét által meggyógyítottak, természetesnek vennénk, mert ma már vannak ilyenek, de ha azt mondaná valaki, hogy ez Jézus szabadító munkája által ma megtörtént, akkor azt mondanánk, hogy ez hihetetlen. Péter első levelében mondottakkal szeretném befejezni ezt a részt. A második fejezet 9. versét olvasom. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.
folytassuk tovább a gondolatainkat. Az én részem, amit be fogok mutatni, az a második tárgyalás, hiszen láthattuk, hogy az előző előadásban az első tárgyalás részleteit ismerhettük meg. Ehhez az igazszakasz János 9. fejezetének 24. versétől 29. verséig tart. Így hangzik. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták, te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Érdekesek ezek a versek, és felfoghatjuk ezt egyfajta ki mit tudként is, ahol a következőt figyelhetjük meg. Ugye a farizeusok mit mondtak? Ők azt mondták, hogy mi tudjuk, hogy bűnös, ugyanakkor azt is mondták, hogy mi nem tudjuk, hogy honnan származik. Ezzel szemben a meggyógyított vak a következőt mondta, hogy bűnös-e, azt nem tudom, egyet tudok, noha vak voltam, most látok. Tehát ezen a tárgyaláson azt láthatjuk, hogy a tények viaskodnak az elmélettel. A meggyógyított vak csak egy dolgot tud, de azt nagyra tartja. Sőt, még szentelen is, mert ő kérdezi, hogy miért akarjátok, hogy újra elmondjam, vagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Ekkor már mindenképp rendre akarták utasítani őt a farizeusok, és azt mondták, hogy te vagy annak a tanítványa, mi pedig Mózes tanítványai vagyunk. Nem is tudták, hogy milyen igazat mondtak valójában. Most pedig érdemes megtekinteni azt, hogy mi a különbség azok között, akiket ez az ige úgy fogalmaz meg, hogy Mózes tanítványai és Jézus tanítványa. Mózes tanítványairól azt tudhatjuk, hogy ők a mindenható tudásban hisznek. Ugyanakkor mindenhol jártak már, csak a Siloám tavánál nem. És nem mertek bízni Jézusban és engedelmeskedni neki. Ezzel szemben a meggyógyított vak, aki valóban Jézus tanítványa volt, a mindenható Isten fiában hisz. És ő még csak a Siloám tavánál járt még szemben a Mózes tanítványaival. És tulajdonképpen a legfontosabb erénye az az, hogy találkozott Krisztussal és engedelmeskedett neki. A meggyógyított vakember esetében tehát olyan megismerésről beszéltünk, amelyre úgy tehet szert az ember, ha cselekszik. A legteljesebb ismeretre engedelmesség közben jut el az ember. A farizeusok hibája az volt, hogy bár ismeretük nagy volt, hiányzott belőlük az engedelmesség, és így nem cselekedték azt, amit tudtak. További különbségeket figyelhetünk még meg Mózes tanítványa és Jézus tanítványa között. Jézus tanítványa esetében azt láthatjuk, hogy ő engedelmeskedik Jézus hívószavának, amely így hangzik, kövess engem. Ezáltal tanítványává is válik, Jézus pedig kijelenti magát neki. Ugyanakkor sokszor azt láthatjuk, hogy Jézus tanítványai az úgynevezett Mózes tanítványaihoz képest sokszor kisebbségben vagy akár egyedül vannak. Ezzel szemben Mózes tanítványai, ők egy egészen másféle értelemben képzelik el a tanítványságot. Ők először azt kérik attól, akinek a tanítványává akarnak válni, hogy először jelentse ki magát először, mondjon el mindent magáról, ki küldte, mit akar, mi a programja, stb. És ha ezután majd eldöntjük, hogy tanítványunk leszünk-e, és ha igen, milyen mértékig. Na de Jézus nem így működik. Nyilvánvalóan ő egy ilyen hívásnak nem tenne eleget. Viszont elmondhatjuk azt, hogy mégis ez az álláspont van többségben, többen vannak Mózes tanítványai. Jézus azonban mindig úgy lép fel, hogy előlegezett bizalmat kér, mond valamit, ha ezt megteszem, akkor ezáltal tanítványává leszek, és ő kijelenti magát nekem. Meggyőz engem, még értelmileg is. Ez volt a nagy különbség a farizeusok és a meggyógyított vakember között. A vak csak egy dolgot tudott, de az biztos tudás volt. A farizeusok viszont a lényeget nem tudták, hogy honnan való Jézus, mi nem tudjuk. Mint említettem, Jézus tanítványai sokszor kisebbségben vannak, vagy előfordulhat, hogy egy nagy csoporthoz képest egyedül vannak, de Jézusnak vannak bátorító szavai az ilyen emberekhez, ami pedig így hangzik. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magam annak. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Érdemes még figyelni még további különbségeket Mózes tanítványai és Jézus tanítványai között. Mózes tanítványai, tehát ról elmondható, hogy a Mózes tudományát gyakorlatilag ültő helyzetben is elsajátíthatja az ember, és ebbe akár bele is lehet születni.
Ugyanakkor ők magukat azért tartják tanítványokat, mert az ismeretüket tartják nagyra. Azt gondolják, hogy attól lettek tanítványok, hogy nagy ismeretre tettek szert. Ezzel szemben Jézus tanítványai a Jézus tudományát csak menet közben tudják elsajátítani. És egy nagyon fontos igazság az, hogy Jézus tanítványává senki sem születik, de azonban azzá lehet válni. Jézus megszólítja őket, és az engedelmességüket követően válnak Jézus tanítványává. Jézus tanítványának az életében ugyanakkor mindig van egy töréspont. Addig én vak voltam, és most látok. Eddig hűtlen voltam a házastársamhoz, mostantól nem leszek hűtlen. Eddig nem vittem haza mind a fizetésemet, ezután hazaviszem. Eddig gyűlölet volt a szívembe, ettől kezdve senki iránt sincs bennem gyűlölet. Mózes tanítványai csak a lényeget nem ismerik, honnan való Jézus. Mi tehát ennek az ige szakasznak az üzenete számunkra? Az egyik az, a legfontosabb az az, hogy aki ismeri és megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem. Tehát cselekednünk kell azt, amit megismertünk. Ugyanakkor van egy figyelmeztetésünk is számunkra, ugyanis amely szolga tudta az ő urának akaratát és nem cselekedte, többet büntetetik meg, mint aki nem tudta és úgy nem cselekedte. Tehát a tudás lehet egyben segítség is, tudom, hogy miben lehetek engedelmes, ugyanakkor okozhatja a kárhozatunkat is, ha csak addig jutunk el, hogy aki ismeri az én parancsolataimat. Én kívánom azt, hogy a számunkra a tudás inkább segítség legyen, és abban a táborban tartozzunk, akik tudják, hogy miben lehetünk engedelmesek, és hogy legyünk is engedelmesek. Amen. Thank you.
Nos, én folytatnám az igét a János Evangélium a 9. fejezet 30-34. versével. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket. És kiközösítették. Miután ez a meggyógyult ember elmondta az igét a farizeusoknak, így válaszoltak rá. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? Isten ezen az emberen keresztül adott lehetőséget a farizeusoknak a megtérésre, és nem tudták megragadni ezt a lehetőséget, mert saját magukat érezték bírónak. Ahogy Isten igéjét elmondta ez az ember, érezték, hogy fordul a kocka, és a meggyógyított vakember vádolja őket, holott ők a bírók. De ameddig vádolni tudnak, addig nem tudnak vallani. Márpedig megbocsájtani csak annak lehet, aki megvallja a bűneit. Ugyanez igaz ránk is. Ne üljünk a magunk által készített bírói széken. Engedjük át Istennek. Ugyanis egyedül Istennek van joga ítéletet mondani bárki felett is. Gondoljunk csak bele. Annyit kellett volna tenniük a farizeusoknak, hogy beismerik, tévedtek Jézussal kapcsolatban. De nem tették, mert egy ilyen náluk lejjebb való, koldus, hogyan is taníthatná őket, amikor ők feljebb valóak náluk, nála. Na most, ha le tudunk szállni erről a bírói székről, és meg tudjuk vallani bűneinket, akkor már a megváltás felé haladunk. Eléd lépek, jó Uram, hol béke és nyugalom vár. Vágyom, hogy érincs lelkeddel, hogy múljék, ami fáj. Hiszem, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív. Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké. Örömmel mondok hálát a világon mindenért. Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké. Örömmel mondok hálát a világon mindenért. Közénk térdelsz, jó Urunk, féltő szeretettel, és egy új életnek boldogsága érző szívre lett. Én tudom, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi mindenki. Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké. Örömmel mondok hálát
a világon mindenért. Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké. Örömmel mondok hálát a világon mindenért. Az igét János evangéliumának 9. fejezetéből a 35-től 38. verséig olvasom. Meghallá Jézus, hogy kiveték azt, és találkozván vele mondanéki. Hiszel te az Isten fiában? Felele az és monda, ki az Uram, hogy higgyek benne? Monda pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, azaz. Azt pedig monda, hiszek Uram, és imádá őt. A második tárgyalás azzal végződik, hogy ezt a vakon született embert kivetették. Feltehetjük a kérdést, hogy egyáltalán az az ember tette valami rosszat. A válasz az, hogy semmit. Ez az ember csak látott, és amit látott, azt nem titkolta el. Még azt is megvallotta, hogy ő kinek látja Jézust. Ezért vetették ki őt, és lett magányos, és elhagyatott. De Jézus mindig azonnal meghallja, hogyha valakit kivetnek ő érette. Meghallja, hogyha valakit a magányosságból és a mélységből ő hozzá kiált. De az Úr nem csak ennek az embernek a kiáltását hallja meg, hanem meghallotta Hágár kiáltását is, amikor egyedül maradt, és Izmael nyeszörgését is, amikor kivetették őt. És a mi kiáltásunkat is meghallja. Mert fontos számára az, akiket kivetnek, különösen, hogyha ő érette vetik ki. De ő mégis megengedi, hogy kivessék őket, mert fontos az, hogy néha kiessünk valahova, hogy aztán Jézus karjába hújjunk, és megtaláljuk a helyünket, ahol növekedhetünk és gyarapodhatunk. Ennek az embernek akkor jelenik meg Jézus, amikor a legnagyobb szüksége van rá. Ellen White Jézus élete című könyvében ezt olvassuk. Jézus hallotta, mi történt, hamarosan megkereste a vakot, és megkérdezte, hiszel-e te az Isten fiában? Tehát ezt az embert Jézus kereste. Minket is keres Jézus minden nap. Ő hív, szólít bennünket. Ennek az eredménye az is, hogy most ezen a mai napon ebben a gyülekezetben összegyűltünk, mert keresett minket, ahogy ezt az embert is kereste, és megtalált minket. És amikor egy bűnös ember megtér, akkor öröm van a mennyben. Jézus feltette ennek az embernek azt a kérdést, hogy hiszel-e te az Isten fiában? Ez a kérdés ezt jelenti. Hiszed-e, hogy Isten elküldött egy szabadítót erre a földre? Hiszed-e, hogy Istennél minden problémának a megoldása már készen van? Hiszed-e, hogy neked ehhez a szabadítóhoz személy szerint között van? Elég furcsa így elsőre ez a kérdés, mert hiszen ez az ember ki volt vetve, és menekülnie kellett. És azt várnánk, hogy Jézus azt kérdezze tőle, hogy mit tehetnék a te életben maradásodért. És Jézus mégis ezt tette, mert ennek az embernek szerinte ez volt a legfontosabb kérdés az életében, és számunkra is ez a legfontosabb kérdés életünk minden helyzetében. Tegyük fel magunknak tehát a kérdést. Hiszünk-e az Istennek fiában? Úgy hiszünk-e Jézusban, mint aki az ember fia, az Istentől nékünk küldött szabadító? Ha a válaszunk igen, akkor életünkben és halálunkban a legfőbb vigasztalásunk és erőforrásunk biztosítva van. A vak a kérdést a kérdéssel válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt. Láttad is őt, és aki beszél veled, azaz. Ezzel a mondattal nyitotta meg ezelőtt az ember előtt Jézus amennek a kapuját. És örömében akkor azt mondta az az ember, hiszek Uram, és térdre borulva imádta őt. Ez az ember csak most látta meg, hogy Jézus milyen mélyről, milyen magast emelte, és hogy milyen pontos és megtervezett úton vezette őt el idáig. És most tett meg a szíve csordultig Isten iránti imádattal.
János evangéliumában 12-szer fordul elő az a szó, hogy látni, de az a görög szó, ami a teljes, igaz és lelkilátást jelenti, az csak 2-szer. Először az első verszakban, amikor Jézus meglátta ezt a vak embert, és ekkor Jézus ezzel a lelkilátással látta meg őt, mert Jézus másképp lát minket, mint ahogy mi egymásra nézünk. Aztán a 30. versben, amikor Jézus azt mondja neki, láttad is őt, akkor jutott el ez az ember a teljes látásig. És leborulva imádta őt, és majd amikor már nem hitben fogunk járni, hanem látásban, akkor mi is ugyanezt fogjuk tenni, leborulunk, és imádni fogjuk a mindenhatót. Láthatjuk, hogy milyen fejlődésen ment keresztül az első találkozástól a második találkozásig. Az első találkozásnál még csak egy utasítást kapott Jézustól, és csak azt tudta, hogy hogy hívják, és csak arról a szabadításról tudott beszélni, amit Jézus vele tett, hogy vak volt, és most már lát. A második találkozásnál már beszélget Jézussal, és meglátja Jézusban Isten fiát, a szabadítóval személyes kapcsolatba kerül. A második találkozásnál egy olyan tudást kapott Jézustól, amit nélküle nem tud senki sem megszerezni. Úgy kapta meg Jézustól ezt a tudást, hogy kijelentette önmagát neki. Csak az ő szava, az ő igéje segít minket igazi meggyőződésre, élő hitre, és ezért nem tudunk ige olvasás és ige hallgatás nélkül megélni. Ugyanígy ismerte fel Jézusban Isten fiát a samáriai asszony és az emmausiak is, hogy kijelentette magát nekik. Jézustól tudhatjuk meg a legfontosabb dolgokat. Ez az ember először az első találkozásnál a fizikai látását kapta vissza, és most pedig megkapta a lelki látást is. És életünkben már mi is találkoztunk talán Jézussal, és kaptunk tőle sok segítséget. De hiszünk-e így benne? Ez a második döntő találkozás, ami ezt a végleges és teljes felismerést hordozza, megtörtént-e már? Számodra is a legfontosabb életkérdés az, hogy mit felelsz erre. Hiszel-e te az Isten fiában? Amen. Szeretet, amit az Atya érez, hogy értem adta a fiát, egy bűnösért, egy kincset. Ó, mondd, milyen a fájdalom, mit atyánk nem bírt nézni, mikor fiának sebei tanítottak szeretni. Ó, nézd a kereszt emberét, neinkkel vállát. Hallom saját rossz szavaink, a gúnyolódók hangját. Az én bűnöm volt az a szer, mely ott tartotta őt, és haldokló lehellete
már nem dicsekszem semmivel, csak egyedül Jézussal, a megváltó halálával és feltámadásával. Az ő győzelmén bűnösként én hogy nyertem jutalmat, a szeretetének titka, de Istennek hatalma. Az ő győzelmén bűnösként én hogy nyertem jutalmat, a szeretetének titka, de Istennek hatalma. Most pedig az utolsó szakaszról szeretnék beszélni. Ismét olvasnám János evangélium a 9. fejezet 39-től a 41. verséig. Jézus pedig ezt mondta: én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik: ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Jézus megjelenésének tehát volt egy ilyen jelentősége is, hogy azóta tudjuk, hogy vakon születtünk, amióta ő megjelent. Tőle tudjuk, hogy nagyobb a valóság, mint amekkorán tájékozódni szoktunk, hogy mi annak csak egy részét érzékeljük hit nélkül. Jézus óta tudjuk, hogy ő nélküle mindannyian sötétben tapogatózunk. Mióta a világ világossága, a fény felragyogott ezen a sötétbe borult embervilágon, azóta tudjuk, hogy sötétben vagyunk. Jézus megjelenésének azonban nem csak az volt a fő célja, hogy lelepleződjék az, hogy nélküle sötét van, hanem ő azonnal felkínálta mindenkinek ezt a világosságot. Így olvassuk: az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. Nem csak azért, hogy szégyenkezzünk, bánkódjunk, kétségbe essünk amiatt, hogy most már tudjuk, hogy sötét van, hanem azért, hogy világosságra jöjjünk, és lássunk. Hogy többet érzékeljünk, és úgy tudjunk élni, és egymást is segíteni. Jézus azért jött, hogy visszaadja az elveszett lelkilátásunkat, a hitet. Hogy éppé tegyen minket, fogyatékosokat egészszé, egészségesekké. Jézus emberré lételének ez volt a célja, hogy a látás nagy lehetőségét újra felcsillantsa, és mindenkinek felkínálja. Hogyan fogadták ezt az emberek? A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Meglepő. De miért nem fogadták be? Azért, mert azt mondták, hogy ők látnak. Ők Jézus nélkül is egészen jól el tudnak tájékozódni. Nekik nem kell az, amit Jézus hoz. Igaz ugyan, hogy sötét van, de megvannak már a maguk hagyományai, vannak törvényeik, vannak vének és doktorok. Ezeknek a farizeusoknak, akikkel Jézus vitázik, ez volt a bűnük. Nem a vakság volt a bűnük, ami lelki vakságunk nem bűn önmagában. A szomorú tény. Ez tény, így születtünk. Ez a vakság akkor válik bűnné, ha valaki ragaszkodni kezd hozzá. Ha valaki tagadja,
pedig nyilvánvalóan nem lát. Ha egy vak azt mondja a megnyílt szeműre, hogy beteg, valószínűleg nem normális az az ember. Ha valaki annyira megszokta a maga sötét világát, hogy fél a világosságtól, és ezért utasítja vissza Jézust, ez bűn. Ezek a farizeusok itt ebben a bűnbe estek. A képmutató talán jó szándékú képmutató vallásos embernek a tragédiája ez. Egy rettenetes lelki öngyilkosság. Amikor a fuldokló látja, hogy mentőövet dobnak felé, de mivel ez nem olyan, amilyennek elképzelte, behunja a szemét és megfullad. Ugye, hogy szinte érthetetlen, hihetetlen. És hányan mennek így tönkre lelkileg? És így mennek a kárhozatba, mert nem egyszerűen csak nem látnak, hanem nem akarnak látni. Mert ahhoz, hogy beismerjék, hogy csak ugyan nem látnak, sok mindent be kellene vallani. Ahhoz meg kellene alázkodni. A nézeteinkből sok mindent el kellene ítélnünk. Itt értjük meg, milyen óriási dolog, ha valaki magába száll, és bűnbánatra jut. Istennek milyen csodálatos győzelme egy ember életében, hogy a maga igazát harsogó ember egyszer csak megcsendesedik, meghajol előtte, és vakkoldusként engedi megajándékozni magát. Amit valaki kész elvetni érette, és ha valaki elveti azt, amit Jézustól idegen, a bűnt, a sötétséget, a hiúságot, a tekintét, akkor ezzel egyidejűleg Jézust választotta. És övé lett az életnek világossága. És ha ragaszkodik mindahhoz, ami Jézus lényétől idegen, akkor ezzel egyidejűleg Jézust vetett el, és önmagát felett mondta ki a halálos ítéletet. Ezért fogalmaz itt Jézus ilyen világosan és keményen. Azért a ti bűnötök megmarad. Nincs harmadik lehetőség. Elemeztük a vakon született meggyógyításának a történetét. Vajon tudná valaki mondani olyan szereplőt, aki semleges maradt ebben a történetben? Én úgy látom, hogy nincs. Olyanok vannak, akik szerettek volna semlegesek maradni. A szomszédok, akik feljelentik, hamar eltűnnek. Még a szülei is igyekeznek semlegesek maradni, de nem sikerül nekik. Mindenki kénytelen volt dönteni. Jézus mellett egyedül ez a vakon született dönt. Ő vállalta, amikor megbélyegezték ezzel. Te az ő tanítványa vagy. Az összes többi hanyat homlok menekült ezelől a gyanúsítás elől, hogy ők Jézus tanítványai lennének. Mi a kiút innen? Két fontos igazságot veszünk észre Jézusnak ebből a mondatából. Az egyik, hogy az ő közvetlen közelében is lehet elkározni. Másik pedig az, hogy még ebből a nehéz helyzetből is el lehet jutni a látásra. Még azokat is meg tudja gyógyítani, akiknek nagyon nehéz látni. Milyen úton? Úgy, ahogy Nikodémus eljutott. Ő is farizeus volt, a nagy tanács tagja volt, ő is törvénytudó és törvénytanító ember volt. Hivatalból neki is látni kellett volna. De egyszer rádöbbent, hogy nem lát. Hogy mennek az esztendők évtizedek egymás után, és nem tudja, hogy mi lesz utána. Sok mindent tud, csak azt nem, hogy van-e örök élet, és van-e neki örök élete. És akkor elment Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akinek hivatalból ellensége kellett volna, hogy legyen. Elment hozzá, és megkérdezte. Nem restelte. Ezen az úton lehet eljutni a látásra, az alázat útján. Amikor valaki ahhoz megy, aki tud segíteni, és úgy megy hozzá, hogy lehessen rajta segíteni. Kellene nekünk most Jézus Krisztus? Egyedül ő tudja, melyikünk mihez ragaszkodik görcsösen. Ő tudja, hogy csak vakok vagyunk-e, vagy nem is akarunk látni. És felkínálja nekünk a hit ajándékát. Nem mindenkié a hit. De aki vakkoldusként meg tud alázkodni előtte, annak adja ajándékát. A világ nem fogadta be őt, de folytatása is van az igének. Akik viszont befogadták, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Aki engedi, hogy megajándékozza őt, aki kéri a hitnek ajándékát, és aki itt elfogadják a hit ajándékát, azok majd odát, ahol már nem hitben járunk, hanem látásban látni fognak. De csak azok, akik itt hittek. Így próbálgassuk a látásunkat, és tekintetünket emeljük Jézus Krisztusra. Amen.
Most pedig énekeljük el ismét a Sarokkő című énekünket.